Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is október 1-én. A mai felvételen más stílusban, mert ma teli hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll. Az indiai számítás szerint a nap még a szűz jegyében van a hasta holdházban. A hasta holdház lefordítva egy kezet jelent, számunkra azt mutatja, vegyük kezünkbe a dolgokat. Efelett a holdház felett Vinda Miatrix uralkodik, a görög és később a római mitológiában Vinda Miatrix, az a bor istenének, Dionysosnak a neje. Vinda Miatrix szimbolizál egy ünnepséget, a jókedvet, a táncot, zenét, és ez, ami jelen pillanatban segít nekünk. Akkor is, ha nehézségek vannak az életben, próbáljuk meg túltenni magunkat ezen, és érezzük ezt a könnyűséget és a nevetést is. A nappal szemben van a hold a halak jegyében az indiai számítás szerint az Uttarapatra holdházban. Ez azt közli velünk, hogy tisztítsuk meg a gondolatainkat és érzelmeinket. Mi benne vagyunk ebben a változásban, ebben a transformációban. Teli hold. Az indiai asztrológusok azt mondják, aki egy teli hold napon született, annak szerencséje lesz az életben, mert ez a teli hold megvilágosítja az életutat. Próbáljunk meg mi is így gondolni egy teli hold napon, mert ki kell, hogy nyissuk a szemünket, valamit észre kell, hogy vegyünk, lássunk valamit, ami jelen pillanatban fontos az életünkben. Abban a pillanatban, amikor ez a teli hold van, az ikrek jegye kell fel a keleti határon, és mutatja a témát. Az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, tehát kell a könnyűség, a kommunikáció, a kapcsolatok. A mai napon nem olyan egyszerű, mert Merkur bolygónak nincs kapcsolata, nincsenek összeköttetések, de ennek ellenére gondoljuk át azt, mit szeretnénk közölni, kivel akarunk beszélni, és hogyan mondjuk meg azt, amit mondani szeretnénk. Készüljünk fel erre a beszélgetésre. De a mai napon legyünk inkább visszahúzódóak, elvárások nélkül, mert ha megpróbáljuk ezt a kapcsolatot felvenni, nincs válasz. Legyünk kicsit türelmesek. A nap a szűz jegyében van, ennek is van jelentősége ennél a teli holdnál, mégpedig azt, hogy tegyük rendbe a dolgainkat. Tisztázzunk valamit jelen pillanatban magunkkal, a következő napokban pedig másokkal. A szűz jegye kihat az egészségügyi témákra is. A szűz jegyénél van egy gyógyító hatás is. Nem csak a szűz jegye befolyásolja most az egészségügyi
témákat, vagy kihat a gyógyító hatásra, hanem Mars bolygó is. Mars bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében az Ashvini holtházban van, és az Ashvini holtház az gyógyító erő, vagy mutat egy témára, ami a gyógyulással kapcsolatos, vagy egészségügyi témákkal kapcsolatos. Ezt, amit mi most átélünk, emiatt a koronavírus miatt. Ez foglalkoztat bennünket. Mars bolygó visszatekintő, és visszatér a halak jegyébe, mégpedig október 4-én. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a szimbolizálja az érzelmeket. Mars bolygó az a férfiakat is jelenti, tehát október 4-től a férfiak érzik a belső erőt, vagy az érzelmeiket, az is lehet, hogy nagyon érzékenyek, és mivel visszatekintő, visszahúzódnak, de ez a visszafelé történő mozgás a Mars bolygónál utalhat a múltra is. Az emlékek, az érzelmek, vagy visszatér egy férfi a múltból. Ez történhet október 4-től. A hold a mai napon a halak jegyében van, az indiai számítás szerint. Ez a víz eleméhez tartozik, érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben kettő hal van, és más irányt mutatnak. Az egyik a félelmeket, a bizonytalanságot, a másik pedig a másik irány a bizalom, az erő és a szeretet. És itt kell egy irányváltoztatás, oda kell, hogy figyeljünk erre is. Abban a pillanatban, amikor ez a teli hold van, a nap a mélyponton van. Az utal az őseinkre, az otthonainkra, arra, hogy kell egy alap, amire építhetünk. A politikai asztrológiában a nap az az uralkodókat vagy a kormányt jelenti. A mai napon ennél a teli holdnál a hold a felső ponton van a horoszkópban, az mutatja a nyilvánosságot, mutatja a célokat, amit szeretnénk elérni, és a politikai asztrológiában a hold az a népre utal, a lakosságra. A lakosság ez kimutatja azt kifele a nyilvánosságon, hogy mennyire fontos a bizalom, a nép és a kormány között, és kimutatja az érzelmeit, mert a halak jegyében van, vannak, akik félnek, ez az egyik irány, a másik irány az a bizalom és a megértés. Tehát itt egy két irány van, ami a lakosságot illeti, ami viszont mindenkinek fontos, ez az alap, amire mi építhetünk. És az őseink, a hagyományaink, a biztonság érzete. És ez volt a felvételem teli hold október 1-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!